Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez a jóslás most fontos számodra. Mit üzennek a kártyák? Itt látható a remény, a vágy, az elképzelés, egy álom. Te álmodozol valakiről. Azt is jelentheti, hogy ez a férfi álmodik rólad. Itt megjelenik a szerelem, a szerelmes nő és a szerelmes férfi. Itt megvan a remény arra, hogy közeledjetek egymáshoz, és hogy ez az álom megvalósuljon. Itt látható a pénz, és a pénz meglátogat téged, tehát itt lesz nyeremény, de amit ez a kártya még jelenthet, a belső értékek. Tehát te értékes vagy számára. Azon kívül lesz egy látogatás. Meglátogat egy barátnő, vagy kolléganő, vagy valaki a családból. Az is lehet, hogy valaki meghív téged, és te látogatsz meg valakit. Itt van az utazás a látogatás alatt. Ami a szerelmi ügyeket illeti, itt a közelben megjelenik az állandóság, tehát egy stabil párkapcsolat. Valaki megajándékoz téged, vagy ez a szerelem olyan számodra, mint egy nagy ajándék. Itt a gyermek utalhat egy kisbaba születésére is, vagy jelenti az ártatlanságot. Amit a gyermek még jelent, egy új kezdetet, vagy újdonságokat. Itt lesz egy találkozás, ő átölel téged, de légy azért óvatos, mert a háttérben megjelenik egy harmadik személy, aki féltékeny, figyel benneteket. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Szerencsére megjelenik itt a tolvaj, és a tolvaj eltávolítja ezt a féltékeny szemét. És akkor itt lesz egy utazás, vagy változások, hiszen ez a kártya jelentheti a változásokat is, gyakran költözködést. De ha tervezel egy utazást, azért légy kicsit óvatos ezen az úton, hiszen a tolvaj itt is el tud valamit távolítani, nehogy valaki ellopjon tőled valamit. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!